Kedves nézőim, most pedig kérem, látogassanak el velünk a Dynamic Rock and Roll Club nyári táborába. Óvodásoknak és kezdőknek tart edzőtábort a Dynamic Rock and Roll Club augusztus 10-től a civil házban. Kik vesznek részt és hányan ezen a programon? Most 40-en vagyunk ezen a programon. A kezdő, haladó óvodás és iskolás csoportjainknak szerveztük ezt a tábort, de vannak teljesen kezdő új gyerekeink is, és itt vannak azok a segítő táncosaink, ismerőseink, nagylányaink, akiknek kell ez az önkéntes munka a tanulmányaikhoz. Az öt együtt töltött napnak mi a programja? Edzések közben pihenésként mit csinálnak a fiatalok? Hát sok-sok mozgás van, sok-sok zene és tánc. A közös ebéd után egy pihenő, és a pihenő időben, akik már azért kinőttek abból, hogy ők lefeküdjenek, kézműves foglalkozásokat, társas játékokat és udvari játékokat tudunk biztosítani a gyerekeknek. Kik az edzők, kik foglalkoznak a gyerekekkel? A mostani táborban Burucs Barbara és én csináljuk a foglalkozásokat. Ezen kívül a nagylányok, akik egyébként majd a következő versenyzők edzőtáborába készülnek a saját programjukkal, ők ugyanúgy itt táncolnak, segítenek a bemelegítésekben és a programok tisztázásában. Akit külön kiemelnék, ő a Cili Anna, aki évközben is besegít a csoportoknál az edzésekbe. A kezdőknek itt a civil házban tartjátok az edzőtábort. A nagyoké viszont hol lesz, és mikor? A nagyoké, a versenyzőké, ugye beleértve ezt a children korosztályt is, akik közül van, aki mind a két táborba itt van, és részbe segít, részbe a saját kondiára dolgozik. Nekik augusztus 24-től a Kossuth iskola tornatermében lesz a felkészülés az őszi versenyidőszakra. Mikor és hol lesznek a versenyek, valamint Ajkán lesz-e verseny az őszi szezonban? A legelső verseny az Pápán lesz, ami területi verseny lesz október elején. November elején Veszprémi Egyesület csinálja a következő területi versenyt, és onnét az országos versenyekre készülnek fel a gyerekeink, ami Budapest, Gyöngyös és Pécsi helyszínnel kerül megrendezésre. Ajkán már az ősszel nem lesz verseny. Ajkán most készülünk az év folyamán a 20 éves jubileumi gálájára az Egyesületnek. Szeptemberben hány csoporttal és előreállhatólag hány gyerekkel indulnak az edzések? Hát szeptemberben bízunk benne, hogy lesznek újra új jelentkező táncosok. A meglévő táncosaink és kezdő haladó csoport mellé még mindig egy olyan 30-40 fő szokott csatlakozni. Az első hónapokban 100 fölött van mindig a létszáma gyerekek szempontjából. Aztán van egy kis lemorzsolódás, de olyan 80 és 100 között végigcsináljuk általában a tanévet.